mert ne az ilyen kételkedő ember, hogy kaphat valamit az úrtól. Jakab egy hét. A hited szerint. A Máté 9-ben két vak követte Jézust, miután ő elhagyta Jairus házát a vak emberek azt kiáltották. Dávid fia, könyörülj rajtunk! Jézus azt kérdezte tőlük. Hiszitek, hogy meg tudom tenni? Ők azt felelték. Igen, Uram! Jézus megérintette a szemeiket, és talán azt mondta nekik, hogy legyen nektek az egyházatok hitvallása szerint? Nem, Jézus nem ezt mondta. Azt mondta talán, hogy legyen az én hitem szerint, vagy Isten fiának a hite szerint, mert megkedveltelek benneteket, vak barátaim. Nem. Talán azt mondta, hogy legyen nektek Kenethegin hite szerint? Nem. Természetesen Jézus nem ezt mondta. Ő azt mondta, legyen nektek a ti hitetek szerint. Máté 9.29 Jézus azt kérdezte tőlük, hiszitek azt, hogy meg tudom tenni? Azután Jézus kimondta a hit nagy törvényét, amely mindannyiunk életében meghatározza az áldások mértékét és mennyiségét. Legyen nektek a ti hitetek szerint. A Bibliában az áll, hogy a két vak férfi szemei megnyíltak. Mi nyitotta meg a szemeiket? A hitük. Ugyanúgy lehet hited, mint a két vaknak volt. A Róma 10.17-ben azt olvassuk. Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Megvallás. A szívemben, a szellememben, a belső emberemben hit keletkezik hit támad mert hallgatom Isten igéjét